Megkérdezték a múltkor a iskolában, ahol jár a kislányom, hogy én mivel foglalkozom, és mondta, hogy én szociológus vagyok, de én mondtam a tanároknak, én nem szociológus vagyok, és teljesen magamtól mondtam, én kreatív vagyok, de én nem tudtam, hogy ez kulturális kreatív, vagy ez a fogalom. Én csak mondtam, én kreatív vagyok, erre mindenki nézett rám. És kérdezték, nézd a kreatív, mondom, a kreatív az azt jelenti, hogy kitalál valamit, és azt megcsinálja. Na és ez ennyi, nem tudom, hogy a kulturális kreatív ez, de én ez vagyok. Tehát kitalálom dolgokat, tanulókör, megcsinálom. Cserepiacot kitaláljuk, és megcsináljuk, tanulókört is közösen csináljuk, csak sokszor egy szikra az embernek nyilván. Ennyi, és nyilván annak a belátása, ez az egésznek a motorja, hogy ez így nem működőképes. Most ez előbb-utóbb mindenkinek szembe kell nézni, most előbb vagy utóbb ez a dologgal. Egy Oscar Ozo nevű pasi, egy nagyon fiatal, tehetséges emberke. Ezt a tanulókör fogalmát ő találta ki, hogy így mondjam, és ő elkezdte szervezni Lund környékén volt. És akkor utána a magas svédtársam erre be iszonyú mennyiségű pénzt kezdett ebbe pumpálni. Tehát ez olyan szinten kell elképzelni, hogy most évente 50 milliárd forintit költenek tanulókörökre. Hogy autentikus tulajdonképpen, tehát az embereknek a valós szükségleté vágyaiból indul ki, és önirányító tanulással alakul. És az az érdekes, amit a svédek csináltak, hogy képesek voltak egy egyensúlyt létrehozni a felülről való támogatás és az alulról való szerveződés között. Tulajdonképpen ez az a művészet, amit ők 100 év alatt kialakítottak, és kvázi ők tulajdonképpen eljutottak arra a pontra, hogy ha a történelmi helyzet úgy hozza, akkor képesek elmozdítani ezt a hierarchikus struktúrát organikussá. Ezt teljesen tudatosan csinálják egyébként. És ez az igazi, amit a svédek kitaláltak, ez az ő hihetetlen teljesítményük. Hát mi nagyon messze vagyunk, mert nálunk még csak a alulról jövő kis kezdeményezéskék vannak, ezek a kis csoportok vannak. A tanulókör maga az, amit a Bibó leírt, hogy a részlet egy demokrácia. Csak a Bibó ezt elméleti szinten leírt, a svédek meg is csinálták. Ez a különbség, és érdemes volna ezt tőlük eltanulni. Például a mi tanulókörünket ugye befogadta az Újlipótvárosi Galéria, a helyi önkormányzatnak a helye. Na most, ott egy vezetőség váltás volt, és emiatt bizonytalanság lépett föl. Következő dolog történt. A helyiek, mert a helyi hölgyek kitalálták, hogy nagyon fontos, hogy mi ott maradjunk, ezért elmentek polgármesteri közmeghallgatásra. És a polgármesteri közmeghallgatáson azt mondták, hogy márpedig ők tudni akarják, hogy mi ott maradhatunk, vagy nem. Ez egy nagyon pici példa, és ez parabolisztikusan bemutatja, mi történne. Ez a 10-15-20 ember, aki odajár, meg ez fontos volt, és abban a pillanatban ez a fontos, meg is jelent tulajdonképpen, akár hogy most a helyi politika szintjén fél perc alatt megjelent. És utána megkaptuk a helyet. Tanulókört bármire lehet létrehozni, lehet, hogy hogyan tegyük szépé a Gellért hegyet. Lehet arra, hogy hogyan filmezzünk, lehet arra, hogy hogyan tanuljunk angolul. Bármire lehet tanulókört létrehozni, ami az emberek közös valódi érdeklődésén alapszik. Na most, és az embereknek ez tulajdonképpen van egy ilyen szabályos vágya, hogy minél többet találkozzanak egymással. Most a mi tanulókörünk esetében egy konkrétan például ezt megturbozza az is, hogy nagyon sok informatikus jár közénk, teljesen megdöbbenten vettem észre, és egyszerűen elmenekülnek a gép elől, és vágynak a személyes kapcsolatokra, és tulajdonképpen ők a húzó ereje a tanulókörnek, bármilyen furcsa. Különféle stílusok találkoznak, különféle típusú gondolkodás emberek. Egyben sikerült megegyezni, egy dologban nagyon erőszakos voltam, hogy szigorúan kizártam minden tanárt. Tehát a tanár nem tette be a lábát, mert egyszerűen a tanárok aztán abszolút éretlenek. Tehát bejön egy tanár, a tanulókörbe általában a potenciális market piacnak néz minket. És akkor ez egyik. A másik az, hogy a tanárok az elmúlt 20-25 éve bizonyították, hogy hát képtelenek tömegével megtanítani az embereket, hiszen Magyarország nyelvi szempontból az utolsó helyen van. Tehát ha megnézzük a statisztikákat, akkor az angolokkal pont 1%-kal azt hiszem az angolok után vagy előtt. Tehát a 32-ek vagyunk másik nyelvtudásban. Ugye az angoloknak nem kell tanulniuk, hogy husták, abstart. Vagyunk mi, akik pedig tanulunk, de nem megy a dolog. Vagy hát egy tömegével tanulnak. Úgy vezették be az információs társadalmat, hogy a svédeknek létrehoztak 400 ilyen tanulókört, vagy 5000, nem tudom mennyit. Eleve úgy vezették be, tehát tanulókörökön keresztül vezetik be a bármilyen nagy döntés van. Tehát mondjuk, mert voltak el létrehozni Budapest, mondok egy példát, akkor egy tanulókört létrehozunk, mit tudom én, 400-at. És ezt a svédek gyakorolják is. És erre több nagy programjuk volt, tehát az információs technológiát így vezették be, 1978-ban olvastam egy tanulmányba.
Tehát ezt ők mint működtették, mint technika. Na most a dolog az érdekes, hogy mi van akkor, hogyha ez a rendszer, ugye nagyon, nagyon recsek ropog, ezt mindenki látja, ugye akkor ezek a csoportok, akik vannak, ezek az önjáró csoportok, ezek tulajdonképpen tovább viszik, képesek lesznek tovább viszni a társadalmat. A háromfajta tanulókör, van olyan, hogy szervezeti tanulókör, tehát ez vallási szervezet vagy szakszervezet, megszervezi, van ilyen. A baráti társaságok átalakulnak tanulókörré, van egy ilyen. Harmadik pedig, ami van, ez a hirdetéses tanulókör, ez a harmadik típus, az azt jelenti, hogy hirdetünk, például is lehetne hirdetni, és akkor összejövünk, vagy a Tabánba is, ugye lemegy az ember a Tabánba, és hirdetik ilyen kis illegális plakátokon, hogy nem akarnak a tabániak azt, hogy borozójuk legyen, borozók épüljenek oda. Mert a főváros kitalálta azt, hogy borozókat akar. Na most a Tabánnak ez nem tetszik a helyi lakosságnak, és akkor egy kis illegális plakátok, ott kvázi készülnek ezek a kis körök, keresik egymást az emberek. Ezt lehetne mesterségesen szervezni, emberek, találjuk ki, mi legyen. Az angol tanulás sem lesz megoldva Magyarországon, ha nem lesz több ilyen körök, mint hogy a japánok meg is csinálták, ezt kiderült egy tanulmányban, most olvastam, hogy nem pénzkérdés, a japánok a világ leggazdagabb országa voltak már akkor, és ugyanolyan rosszul beszéltek angolul, mint a magyarok most. Mindenben az utolsók voltak minden nyelvi mérésbe, és akkor megelégették a dolgot, és akkor létrehoztak ilyen teaköröket, ami nálunk a mi tanulókörünk tulajdonképpen. És ez nem került pénzbe, egyszerűen csak az embereket ráhangolták arra, hogy járjanak össze, és gátlástalanul beszéljenek angolul egymással. A tanárokat rávették, hogy próbálják őket támogatni, és akkor irattak anyagokat, de a tanárokat azért nem nagyon engedtek be ők se. Létre kell hozni jó példákat. Ugye én semmi más nem csináltam egész életemben, hogy létrehoztunk a barátaimmal az adott területen mindig újfajta, mert ez végül is ilyen kultúrás kreatívokról szól, hát ez a mottója, hogy mindig újfajta dolgot. Egy-két megcsináltam, és ez egy követhető logikus út. Nem kell mindenkinek csinálni, de ez követhető. Így volt a cserepiacokkal is Budapesten, ez van a tanulókörökkel is, hogy ez egy könnyen követhető út tulajdonképpen. Nyilván a magyar társadalom az eléggé atomizált, meg mindenféle baja van, meg nem is vagyunk olyanok, mint az északiak, de az nem azt jelenti, hogy itt 300 ezer ember nem volna alkalmas arra, aki tanulókört csináljon. Szóval ez a probléma, hogy a magyar értelmiség nem produktív. Tehát csinálják, de nincs eredmény, amit csinálnak. Jön a közgazdász, mondja nyilvánvaló hazugságot, és ha megmondják neki, akkor megsértődik. Azt kéne csinálni Magyarországon, hogy be kéne zárni mondjuk 10 darab közgazdasági kutató intézetből, mondjuk 8-at. Azt kell mondani, hogy a gyerek nem a rendőrökkel kezdeni, a veletekkel kezdeni. Most ezt nem tudom, ez megint egy tabu, ugye, hogy ennyi tehetségtelen közgazdász együtt, amit összehozott Magyarországon, hol a felelősség? Most a rendőröknek is megvan a maguk baja, meg mindenkinek, de hát tőlük is lehetne szó, nem? A szociológusok valójában nagyon sokszor igazolják a fennálló rendet. Tehát a közgazdászok, tehát konzerválják ezeket a helyzeteket. Tehát azt tapasztaltam a kollégáim, vagy a saját gyarapodásukra voltak maximálisan elfogadva, vagy pedig az, hogy legitimezzenek ezt, amit én ezért nem használom, hogy szociális. Tehát én szégyellem ezt, hogy én ezt megtagadom, ugye, én kreatív vagyok. Most erre azt találtam ki, hogy létrehoztuk a barátaimmal a Budapest első névfőiskoláját, ami szociális szövetkezet is. Na most ez azért érdekes, mert tulajdonképpen kiderült, hogy ilyen volt a Magyari Zoltán, akiről most elnevezték ezt a programot. Magyari Zoltán szintén így csinálta a névfőiskoláit, még a 40-es években. Tatán alakította, és ő is szövetkezeti alapra rakta. Ezt nem tudtam. De mindegy, és a másik azt mondja, nekünk jutott először, hogy Budapestnek névfőiskolát csinálni. Tehát ez is egy tulajdonképpen forradalmi gondolat a magyar viszonyok között. Mert Magyarországon a névfőiskola mindenki számára a vidéket jelentette. És az, hogy Budapestnek is kell egy névfőiskola, hát ez most éppen elfogadás alatt van. Most ha tudnék, a népoktatás az hagyományosan sokszor szemben áll az egyetemi oktatással. Tehát ennek megvannak a maga dán gyökeri, tehát a Grundtvig, aki ezt kitalálta mondjuk, a Grundtvig püspök, az az egyetemeket a haláliskoláinak hívta. Na most a népoktatás hagyományosan nincs harmonikus viszonyban az egyetemi oktatással, ez az igazság. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet együtt élni velük, csak annyira erős az egyetemi lobbynak a nyomása, hogy nem, Magyarországon ezt nem lehetett fölhozni. Ezért nincs Magyarországon népfőiskola, most lesz népfőiskolai törvény. Ha minden igaz, megcsinálja a Fidesz. Elmúlt 20 éve föl se lehetett venni, hogy legyenek népfőiskolák. A magyar szabályzás szerint a népfőiskola az egy szabad ülési csoport. Ez az alapdefiníciója. Ezért minden szabad ülési csoport hívhatja magát népfőiskolának. De klasszikusan a Dániában, amit én mintának tekintek a Grundtvig alapján, Dániában a népfőiskola azt jelenti, hogy bentlakásos emberek bent laknak és tanulnak mindenféle dolgokat. Elsősorban művészeteket tanulnak, és nagyon fontos, hogy végzettség nélkül tanulják, és szakképzettségi szándék nélkül tanulják. Ahogy a tanulókörben és a népoktatásban a tanulás autentikus öröme mozgatja őket, és ezért nagyon sok pénzt is fizetnek. Ez a dolog.
egyik lényeg, aztán nagyon bonyolult dolog, mert a Grundtvig, amit kitaláltam most ezt az egészet, tehát hogy a dánok ugyanolyan szerencsétlen sorsúak, mint hát a magyarok, ugye? Mert ők 60 évig szenvedtek az ő trianonjukat, és ők ugyanúgy lecsupaszították, mint a magyarokat. Ez azt jelenti, hogy két államcsődjük volt 60 év alatt, ez 1860-ig, és 1860 éve mindenüket elvesztették, maradtak 5 millióan, és akkor építettek 60 darab névfőiskolát tulajdonképpen, és ez egy direkt válasz volt a válságra. És ide akarok kilukadni például, ez volt nagyon fontos, hogy a dánok felismerték azt, hogy nem anyagi jellegű választ kell adni erre a nagyon súlyos anyagi problémára. Bár ez a paradoxon, ez a dolog, ez a kultúra. Szóval nem a megoldás nem direktbe megy be az ajtó, hanem hátul kell menni, és erre létrehoztak egy csomó névfőiskolát, és a névfőiskola elkezdte tulajdonképpen működtetni ezt az egész rendszert. Nem csak a siker, nem csak ennek köszönhető, de ez egy hatalmas nagy áttörés volt, és az, hogy Dániában a világ legtöbb egyesülete Dániában van, az kifejezetten a névfőiskoláknak köszönhető. Tehát a névfőiskolák elkezdték ontani az egyesületeket, a valódi, nem ilyen gitegyleteket, hogy Magyarországon vannak ezek az pártokhoz közelállók, meg Öröskereszt, meg ilyen gitegyletek, hanem valódi Habsburg györgyel a hátam mögött, stb. Hanem valódi, igazi, és a dán sikereknek ez az egyik kulcsa ez volt. Én most konkrétan azért vagyok itt ugye hegyen, mert azt szeretném, hogy az emberek tanuljanak meg bizonyos szinten, akik szeretne, természetesen semmi kényszer hatása, tanuljanak meg gazdálkodni a kertjükbe. Hogy tudjanak kaját termelni, ha úgy adódik. Ez a. És akkor nincsen része, mint Budapest kellős közepén, ez a Gellért-hegy, és ez a legszebb gondolat, hogy a belvárosiak itt meg tudnak kapálni. És itt lenne Budapest első igazi nagy népfőiskolája.